fókuszálni nem más, mint nemet mondani. Steve Jobs. Sziasztok, én Szántó Péter, ha nem mond felveszem a szemüvegemet, mert borzasztóan süt a nap. A csatornám életében először napi vlogolok ugyan, és megjelenik egy könyvem, már megrendelhető a HVG-nek az oldalán. Vár valóra, én márka hatékonyságnövelés és lifehackekről szól, és arra gondoltam, hogy mindegyik fejezetről csinálok egy napi vlogot, úgyhogy a mai vlognak nem más a témája, mint a fókuszálás. Pontosabban, hogy ne veszítsd el a fókuszt. A leggázabb kifogás, amit hallok ma a világban, hogy I'm too busy. Úgy sajnálom az ilyen embereket, azok a túlpörgött arcok, akik elvesztették az irányítást a saját időbeosztásuk és prioritásuk felett. Ha én egyből azon kapnám magam, hogy ezt mondom, hogy túl sok dolgom van, akkor piros lámpa gyulna a fejembe, és tudnám, hogy valamit át kell szerveznem, meg át kell gondolni, hogy mi a saját teljesítő képességem. A könyvem első része és az eddigi napi vlogok eljuttattak oda, hogy megtaláld a célod, a miértedet, és azt is meg tudod fogalmazni, hogy ez miért fontos neked. Arról kell most beszélnünk, hogy hogyan jussunk el oda, milyen trükkök vannak. Most nincs más dolgod, mint előre és a meghatározott célok felé haladni teljes gázzal. Mostantól minden tetted csak is ezt a célt szolgálja, és minden, ami nem ide tartozik, arra mondjál nemet. Hogyha ezt az egyszerű szabályt betartod, akkor sokkal garantáltabb és kiszámítható lesz az, hogy el fogod érni a célodat. Most egy nehéz gondolat jön, figyelj! Hogyha sokszor kell a céljaidra vezető úton nemet mondanod bizonyos dolgokra, akkor érdemes elgondolkoznod azon, hogy valóban jó cél felé haladsz, akár módosítani szeretnél, vagy milyen taktikát érdemes átgondolnod és mondjuk máshogy hozzáállni. Steve Jobsnak az egyik mondása, hogy az egyetlen módja annak, hogy kiemelkedőt nyújts, az az, hogyha szereted azt, amit csinálsz. És hogyha nem találtál még ilyet, akkor ne érd be kevesebbel, keresd tovább. Na jöjjön az intro! Nos, sztori. Az első, hogy egyszerre csak egy lépés. Biztos te is ismersz olyan arcokat, találkoztál olyanokkal, akik egyszerre ezer dologba vágják bele a fejszéjüket, és igazából semmelyik sem jön össze, pörögnek, csinálják a dolgaikat, de semmire sem tudnak igazán fókuszálni. Most jön tőlem egy coming out, hát én is ilyen voltam, ilyen 20-as éveim első felébe konkrétan volt egy olyan időszakom, amikor egyszerre nagyon fókuszáltam a röplabdára, szerettem volna egy ügynökséget beindítani, de közben a startupoknak a világa is érdekelt, hogyha ez nem elég, akkor még mellett egész nap Xboxozni akartam, sőt még az ingatlanipariség érdekelt. Erre mondta egy mentorom, hogy gerebjézek, tehát, hogy mindenhonnan valamit így szeretnék elérni, vagy megcsinálni, de igazából semmire sem helyezem rá igazán a fókuszomat. Ahogy egy dologra kezdtem el fókuszálni, úgy jöttek is az eredmények. Ez volt az első startupom. Persze nem lett világsiker, meg semmi olyan kirobbanó dolog, de szép eredményeket értem el, jó csapatot építettünk, kaptunk befektetéseket, lettek projekteink, amiken dolgozhattunk, és annak ellenére, hogy aztán ilyen másfél év után végül úgy döntöttük, hogy nem folytatjuk, azokat a tudásokat és tapasztalatokat, sőt még a kapcsolati tőkét is tudtam a későbbiekben, sőt mai napig is tudom alkalmazni, amiket ott szereztem, aminek az lett az eredménye, hogy utána különböző megbízásokat is kaptam, így tudtam elindítani az ügynökségemet. És azóta is tart, ami ma már így a filozófiámnak tekinthető, hogy win-win helyzetekre törekszem, ahol a legjobb élmény érhető el. Ha nem egyértelmű az igen, akkor mondj nemet. Megint szemüvegbe tolom, mert annyira süt a nap, pedig ez már nem is a legdurvább nyári időjárás. Nos, a sztori, amit itt el szeretnék mondani, Derek Sivershez köthető, akiről Tim Ferriss könyvében olvasnáta a podcastjében is volt, és volt egy helyzetben Tim Ferriss, hogy egy ilyen
japán útra elmenjen, és gondolkozott, hogy végül is a felkérés jó, miért ne menjen oda, szereti Japán, de annyira nem érezte a dolgot. És erre mondta neki Derek, hogy nagyon egyszerű. Ha valami nem egyértelműen igen, akkor mondj nemet. Angol ez úgy van, hogy if it's not a hell yeah, then it's a no. Ezt igyekszem én is alkalmazni az életemben, amikor mondjuk egy új potenciális ügyféllel beszélgetek, hogyha már azt érzem a tárgyalási szakaszban, hogy valami nem teljesen klikkel, vagy elcsúsznak dolgok, akkor hiába lenne mondjuk egy nagyon prosperáló megbízás, inkább nemet mondok az egészre. És itt érkezünk a következő pontra, hogy tanulj meg nemet mondani. Tanulj meg nemet mondani. Lassíts le, gondold át. És hogyha ezt teszed, akkor törekedj ezt a leghatározottabb, legrövidebb módon tenni. Semmilyen magyarázkodást nem kell mellé. Mondj annyit, hogy bocs, egyszerűen ez nem fog menni. Ha nagyon szeretnéd, akkor maximum kínálj egy alternatívát mellé, de akkor is nagyon határozottan, és ahogy mondtam, nem részletekbe belemenve. És elmegyünk kajálni, előtte lehet, hogy berakok pár nagyon szép füredi drónos bírolt, hiszen miért ne legyen, és a kaja közben meg a lifehack-ek fognak jönni most egy ilyen nem szokásos helyszínen. Szóval lifehack-ek, és azt is el kell mondanom, miatt a lifehack-eket csinálom, hogy Zoli barátommal forgattunk egy videót. Mi a neve, aminek csináltam? Stay in Play. Stay in Play. Ha YouTube-on fent van, akkor itt megnézhetitek. És a lifehack-eket most annyira privilégium, hogy Zoli fogja, ő lesz az operatőröm és veszi fel, úgyhogy csináljuk. Abszolút, let's do it. Szóval az első lifehack, Tony Robbins, aki egy nagyon híres amerikai coach, motivációs tréner, azt mondja, hogy a kérdéseid minősége határozza meg az életednek a minőségét. Az ő gondolatát folytatva, ő például addig nem hoz döntést, amíg nincs a megfelelő tudatállapotba. Mit is jelent ez neki? Van egy reggeli prime rutinja, ezt majd a reggeli rutinos vlogban jobban el fogom mesélni, a könyvemben részletesen írok róla, hogyha már kijött, mert később nézed a videót, akkor ide kattintva megnézheted. De lényegében azt jelenti, hogy amikor felébredünk, vagy hogyha mondjuk valami negatív spirálba vagyunk az életünkben, akkor nem tudunk úgy gondolkozni, mint amikor fel vagyunk pörögve, és teljesen inspiráltak vagyunk. Na ő ilyenkor semmilyen döntést nem hoz, nem kezd kreatív gondolkodásba, hanem azt mondja, hogy először felhozza magát a megfelelő szintre, és majd utána cselekszik, hoz meg döntéseket, és fókuszál az adott dologra. Tudatállapot, sztori, stratégia. Ez a sorrend nagyon fontos. Minden adott feladatnál benchmarkolj. Ez azt jelenti, hogy nézd meg, hogy milyenféle kimenetelek léteznek, hogyha valami nem úgy alakul, ahogy alapból gondolod, milyen B vagy C vagy D vagy Z stratégiád van arra, hogy azt megold, és nagyon fontos, hogy ne csak a kimenetellel kalkulálj, hanem azt is vedd bele, hogy a folyamat milyen, ugye szokták mondani, hogy nem a cél számít, hanem az út, tehát, hogy milyen lesz elvégezni azt a dolgot, lesz elég motiváció benned, kitartás ahhoz, és meg tudod-e tartani a fókuszodat, hogyha nem minden a terv szerint halad, akkor is jól fogsz tudni lépekedni, vagy igazából haladni a célod felé, és jól is érzed magad. Egy dolog maradt hátra, az pedig az elköszönés. Hogyha eddig végignézted, köszönöm szépen, hogyha még nem vagy feliratkozva, akkor nyomj a feliratkozás gombra, mellette pedig a csengőre is, és a like gomb alatt pedig találsz minden olyan információt, hogy hogy rendelheted meg a könyvet, valamint az online kurzusaimra is az én márkaképzés, vagy pedig a produktivitás, azt mind megrendelheted, illetve be tudsz iratkozni, van egy ingyenes formája, van egy fizetős formája, illetve menj át Instagramra is, hogyha szeretnél, ugyanis ott most napi tartalmakkal jövök a könyvemnek kapcsán. És még egy dolog, ha úgy gondolod, hogy ez a vlog érdekes lehet valakinek, akkor oszd meg vele, küldd el neki. Bárhogyan is, remélem, hogy még találkozunk, köszönöm, hogy végignézted a vlogot, sziasztok!